Sziasztok! A mai videóm témája az áprilisi kedvenc termékek lesz, és mivel szerencsére mostanában nem találkoztam nagyon sok csalódásra, ezért az egy csalódásos terméket is szeretném idevenni, és szerintem kezdjük is vele, legyünk túl a nehezén, aztán jöhetnek a kedvenc dolgaim. Ez az Essence Studio Nails-nek a Better Than Gel Nails 3-1 eltávolítója, amely elvileg mindenféle dolgokat le tud oldani, és ezért gondoltam azt, hogy akkor a körömlakhoz biztosan nagyon jó lesz, hiszen a körömlak a legalapvetőbb dolog, amit le kell szednie. Ezzel szemben viszont abszolút használhatatlan, ugyanis valahogy annyira gyorsan párolok, hogy rengeteget kell azért tenni a vattapamacsra, hogy bármit tudjon csinálni. A csillámos lakkokkal szemben semmilyen fajta esélye nincsen, úgyhogy igazából nagyon-nagyon utálom, de a cream finish-ű lakkokhoz használgatom, hogy azért elfogjon, és aztán majd elfogyottak között ismét leszíthassam, hogy mennyire rossz termékről van szó. Viszont, hogyha eszences lemosóra vágytok, akkor az egyel előbbi videómban bemutatott elfogyott termékes Essence lemosó az egy csodálatos termék, úgyhogy érdemes azt megvásárolni ehelyett. Ezt kerüljétek el messzire szerintem. És a kedvenc dolgaim között van itt mindenféle dolog, vannak sminktermékek, van testápolás, és van egy új termékkategória is, majd meglátjátok, hogy miről van szó, hiszen annyira szeretem ezeket a dolgokat, hogy abszolút alapvető volt, hogy őket is ide vegyem ebbe a videóba. Kezdjük mondjuk a testápolással. Az első dolog egy Body Shop tusfürdő, nem meglepő módon azt hiszem, ez a papajás, amelyet már emlegettem, hogy ez volt az első olyan tusfürdő, illetve a testfaj volt a másik ebből a termékcsaládból, ami alapján beleszerettem a Body Shopba. Nagyon-nagyon kevés van benne, úgyhogy a májusi elfogyottak között már biztosan szerepelni fog, de nagyon-nagyon tartogattam, hogy ne fogjon el hamar, mert ez az illat az egyik legjobb a Body Shoptól, ezt így kimerem jelenteni. Imádom, tehát tényleg, hogyha kapható, mert sajnos nem mindig kapható, akkor ezt szagoljátok meg, mert valami isteni. Aztán van itt egy kézmosó, megint egy olyan kézmosóról van szó, amely tényleg ennek is indult, és annak is használom, és semmilyen problémám nincsen vele. Szia, Máfém! Ez a Faith in Nature-nek az ananászos lime-os kézmosója, és úgy találtam rá erre a termékcsaládra, hogy kaptam a My Beauty Tools-tól tesztelésre a kókuszos termékcsaládot, és nagyon elégedett vagyok velük egyébként, majd lesz róluk teszt is. Hát megvásároltam egy pár másik illatot, mert annyira elégedett voltam vele, ez a sztori lényege, és ezt az illatot kézmosó formájában rendeltem meg magamnak, és ez valami isteni. Olyan illata van, mint a régi zselés cukorkáknak, tehát nem a gumicukor, hanem az a zselés cukor, hogy kívül cukorba van forgatva, nem szárítja a kezet, sőt, megmennék esküdni, hogy hidratálja, mert eszméletlen puha a kezem, amióta ezt használom, és egyetlen egy hibája van, hogy kézmosás után nem érződik hosszan ez az illat, viszont olyan illatorgia van kézmosás közben, hogy ez nem is zavaró, mert hogy zavaró, persze sajnálom, de kárpótol azért, hogy aztán elillan ez a kezemről. Egyébként ez 300 ml, és hogyha jól emlékszem, 1300-1400 forint környékén kapható, tehát nem egy olcsó termék, de tényleg ez az első, amelyről kimerem jelenti, hogy tényleg hidratálja a kezemet, holott nem is állítja ezt a csomagoláson, tehát abszolút jó termék. Van itt még testápolási kedvencből egy bio fajta termék, annak minősülő, a Greenlandnek a testradírja. Ezt szépségboxomban kaptam készhez, és nagyon meglepő az illat kombináció, mert kókuszteljes és lime-os, de ez arra jó pont, hogy a kókusz ne legyen émeítő, a lime egy kicsit friss illatot ad neki, és amit tud ez a testradír, az valami eszméletlen. Van benne szerintem ápolóolaj, mert ez is olyan, mint a Body Shopnak a testradírja, például a csok is, hogy fürdés után testápoló nélkül is eszméletlen puha a bőröm. Tehát erre is nagyon jó, az állaga ideális, tehát pont kellően sűrű, pont kellően sok és pont jó méretű szemcsék vannak benne, tehát ez életem egyik testradírja, hogyha régóta néztek vagy követtek a blogon, akkor tudhatjátok, hogy a Baleának a citromos írós testfaja volt eddig, na ez végre nyújtja ugyanazt, és ráadásul nagyon szép összetevőkkel, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Müllerben kapható például ez a termék, vagy ugye hát a szépségboltnál, ahonnan a doboz érkezett. Elég drága termékről van szó, de például a szépségboltnál elég sokszor van reakció, most a Müllerben is leárazva láttam a termékeiket, tehát érdemes esetleg most körülnézni ez ügyben. Aztán van itt sminktermék, közül kettő is, az egyik egy Art Deco pirosító, illetve bronzosító. Tehát érdekes, az a neve, hogy Bronzing Glow Blusher, tehát hogy bronzos ragyogás biztosító pirosító, tehát van benne minden. Na most ezt én úgy szoktam használni, mivel láthatjátok, hogy háromszín és egyébként eszméletlen gyönyörű, hogy ezt a részt alkalmazom kicsit az almáskák alja felé, tehát kontúrozó jelleggel, és a két másik szint vegyítem, hogy a pirosítóként használom. Imádom, most is ez van rajtam, eszméletlen
gyönyörű, pont természetes hatású az én bőrömhöz. A szépségbolton rendeltem egyébként leárazva, nem tudom, hogy kapható-e még, mert ez egy limitált kiadás volt, és egyébként ennyire gyönyörűséges a csomagolása, tehát eszméletlen szép. De az Art Deco pirosítóit, meg egyéb termékeit is egyébként csak ajánlani tudom, és érdemes körülnézni. És a limitált szériák azért jók, mert egy idő után a kifutáskor leakciózva kedvezőbb áron vásárolhatok meg. És hát igazából, hogyha valaki használt már ilyen felső kategóriás sminkterméket, akkor tudja, hogy azért van különbség az olcsóbb termékek és a magasabb árkategóriájúak között. Ez is egy ilyen termék. Néha érdemes akár csak megpróbálni a Müllerben, hogy ott vannak kitéve minták, hogy mennyire más az állaguk és mennyire más jellegű termékekről van szó. Fent is marad a nap végéig. Csak jót tudok róla mondani tényleg, tehát én a Sleek pirosítóimat is nagyon szeretem, és ez egy olyan termék, amely abszolút egy szinten van velük. Van itt még egy másik sminktermék, a Too Faced-nek egy csokis paletta, én csak így hívom, mert hogy teljes mértékben úgy néz ki, mint egy csokoládé tábla, és ha kinyitjuk, egyébként mágnesesen záródik, tehát mágnes és nem kattanos, akkor ugye bent van ez a kis fólia, amely mindig kiesik, amikor kinyitom, ezen vannak a színek nevei, és belül gyönyörűséges natúr palettát találunk, amely viszont olyan szempontból többet nyújt, mint a többi, hogy mondjuk nem csak a barnás meleg árnyalatok, vagy csak a hideg tópos árnyalatok vannak benne, hanem van benne mindenféle gyakorlatilag, egy kis lilával feldobva, egy kis rózsaszín is van, tehát a bordók is, a barnák is gyönyörűek benne, és az az extra ebben a palettában, hogy kakaópor tartalmaznak a színek, tehát még az illata is nagyon jó, olyan, mint valami sütemény, és hát körülbelül az Urban Decay palettákkal egy árban van, a minősége is viszont teljesen ott van, sőt, ezek kevésbé potyognak alá, tehát semmifajta mesterkedésre nincs arra szükség, ahhoz szükség, hogy a szemünk alatt ne legyen ugye egy sötétebb karika a szemhéjpúderektől sminkelés után, szóval ez számomra a paletta volt ebben a hónapban, a legjobb paletta, amelyet nagyon-nagyon szeretek, az Urban Decay-t is imádom, de komolyan ezek a púderek még annál is jobb minőségűek. Van itt még egyetlen egy testápolási termék, amely kimaradt, mert picike. Ez a Body Shopnak a Cranberry Joy kézkrémje, ugye ez egy limitált kiadású illat volt, karácsony táján kapható, és eszméletlen drága, mert a 30 ml 2000 forintba kerül, viszont én olyan akcióban jutottam hozzá, amikor kettőt lehetett egy áráért kapni, és így vettem ajándékba is családtagoknak, valamint magamnak is, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg megéri az árát, mert a télen nagyon-nagyon kiszáradt kezemet is rendbe tudta tenni, és még most is sokszor száraz, mert ugye a tavaszi szelek is ki tudják szárítani, valamint sokszor mosok kezet a macskák miatt, illetve a kutyus miatt is. Ez a termék viszont 2-3 használat után rendbe tesz, és eszméletlen jó, puha bőröm lesz utána. Úgy érzem, hogy az eszméletlen szót már nagyon szeretem, ezért elnézést kérek. És az utolsó termékkategória az új termékkategória előtt egy körömlak. Tehát a körömlakok közül nem nagyon szokott bekerülni kedvencek közé szerintem semmelyik, viszont ezt annyira nagyon megszerettem, hogy meg kell, hogy említsem. Ez a Catrice-nek a Mint Me Up nevű lakja. Azt hiszem, én ezt még teljes áron vásároltam meg, és egy nagyon szép mentaszínről van szó, amelyben egy picike aranyfény is fellelhető. Ez a körmökön csak nagyon közelről nézve és bizonyos szögekben látszik, de egyébként egy nagyon jó ecsetű, könnyen kezelhető, két rétegben jól fedő lakról van szó. Tehát ha ezt még megtaláljátok és kapható, akkor érdemes rá lecsapni. Csodás darab tavaszra és nyárra egyaránt. Itt egyébként szeretném megemlíteni, hogy lesz majd körömlakkos videó is a tavaszi-nyári kedvenceimből. És az utolsó termékkategória, ezt szerintem mindenki tudja, aki követi a blogot, mert egyfolytában tele van velük a blog, tényleg. Írtam összefoglaló bejegyzést, és egyébként azt is érdemes elolvasni a különböző méretű és fajtájú gyertyákról, mert hogy ide most a Yankee Candle gyertyái következnek, és az első egy olyan termék, amely kifutó, és emiatt akciós áron vehető meg most a webshopban, az Outlet termékek között találjátok meg. Ez az aromaterápiás termékcsaládnak a levendulás gyertyája. Levendulával, ilang-ilanggal és gerániummal, és isteni, és totálisan problémamentes, ugyanis az átmérőjéhez képest eléggé vastag a kanóc, emiatt jól felhevül a viasz, és gyönyörű viaszmedence képződik, és nincs olyan probléma, hogy mondjuk ilyen vájatot vájna magának a gyertya, és hamar elégne, és az oldalán maradna egy rakat viasz, mert tényleg teljes mértékben problémamentesen ég. Tehát ezeket a gyertyákat nagyon tudom ajánlani, bár még csak ezt az illatot égettem konkrétan, de ez tényleg egy teljesen jó tavaszra is tökéletes szerintem, hiszen virágillatról van szó. Úgyhogy érdemes körülnézni a kifutó termékek között, én is ott szoktam szemezgetni a legtöbb esetben, mert nagyon nagy kincsekre lehet bukkanni.
Az utolsó termék pedig szintén egy Yankee Candle termék, amely sajnos megszűnt, illetve hát az illa szűnt meg, ugyanis maga a termékcsalád csak átalakult. Az új kanóc ugyanis olyan, hogy kifejezetten széles és lapos kanócról van szó, amelynek a két széle fából van, és emiatt ropog, tehát olyan, mint tényleg a ropogó tűznek a hangja, miközben égetjük. Ez az illat viszont sajnos kifutott, bár én nagyon remélem, hogy vissza fogják hozni, mert ez a gyertya a világ egyik legjobb gyertyája. Ez hát olyan, mint a sülő, hát lime torta, de egyébként citrom torta illata, tehát tényleg, amikor sülös ütemény, és úgy elárasztja a lakást, és az ember megy ki, és akkor most adjál belőle, mert annyira jó illata van, hogy éhes lettem. Ettől az illattól is éhesnek lehet lenni, de nem bánom, mert tényleg eszméletlen otthonos is az, hogy tényleg olyan, mint egy sülős üteménynek az illata, és erőteljes is, fél órával a megújítás után már betölti a szobát, úgyhogy én nagyon javaslom, hogyha valakinek van rá alkalma, akkor akár szülinapra ajándékba kérjen ilyen gyertyát, akár gyűjtögessen rá, mert hogy megnézzük az égési idő és az illaterősségének az arányát az árhoz képest, akkor igazából nem jövünk ki rosszabbul, mint hogyha a drogériában vásárolnánk, viszont a drogériás gyertyák hát azért nem szoktak olyan erősek lenni, mint ezek. Úgyhogy nagyon ajánlom a megvételét, a Yankee Candle az egyik legjobb, a másik, amelyik így gyertyák terén még megközelíti, az a Bomb Cosmetics, tehát tényleg az ő gyertyáikkal is semmiféle probléma nincsen, nagyon jó minőségűek. Hát én gyertyamániás vagyok, ezt belátom, a blogon is nagyon sokszor van róluk bejegyzés, oda is egyébként látogassatok el, hogy érdekelt titeket a téma. Yankee Candle alien. Ezek voltak tehát az áprilisi kedvenceim, közben megérkezett Schrödinger is, mostanában mindig a videó végére jön csak ide sajnos, na mindegy, megmutatom azért nektek, sziasztok, és a héten remélhetőleg jövök még másfajta videókkal is, de legkésőbb a jövő héten, most már tényleg igyekszem úgy szervezni az életemet, hogy erre is mindig legyen időm, mert hiányzott ez az egész, és gyertek a blogra is, mert érdemes, tényleg ott is rengeteg téma van, ami itt videóban aztán nem jelenik meg. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, lájkoljátok legalább Schrödinger miatt, és gyertek legközelebb is. Sziasztok!